Sziasztok! Következzen a sorozat 8. része, amiben nektek szeretnénk segíteni a hozzátok igazán élő kutya kiválasztásában és megismerésében. Minden részben egy-egy kutyafajtát mutatunk majd be, és röviden elmondjuk nektek azt a 7 legfontosabb dolgot, ami meghatározó lehet a döntésben, hogy ne maradjatok le a sorozatról, és azonnali értesítéseket kapjatok az új részekről, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ne felejtsétek el megnyomni a haranggombot is. A 8. részben egy olyan kutyafajtáról lesz szó, a komondorról, akikről nehéz elfogultság nélkül beszélni. Habár szinte minden magyar hallott már valamit a komondorokról, méltatlanul kevesen választják ezt a nagyszerű kutyát maguknak, hogy tudjuk, mit is vállal magára, aki a komondor mellett dönt. Vegyük végig azt a 7 pontot, amit egy komondor vásárláson gondolkodónak meg kell fontolnia, mielőtt döntést hoz. Az utolsó pontban az is kiderül majd, hogy vajon a komondor ideális választása egy kezdő kutyás számára, és az is, hogy a következő részben melyik fajtáról lesz majd szó. 1. A komondor rövid története. A komondor rendkívül impozáns történettel rendelkezik, ami kevés kutyafajtáról mondható el. Eredetével kapcsolatban nincs 100%-ban hiteles történet, de elég elterjedt vélekedés, hogy a kunok hozhatták magukkal a Kárpát-medencébe a 13. században. Írott forrásokban a komondor név először 1549-ben jelenik meg. A komondor a magyar pásztorok mellett látott el nyájőrző feladatokat, az állattartók akkora becsben tartották, hogy mindig törekedtek a mással nem kevert, tiszta állomány fenntartására. A II. Világháború óriási törést jelentett a történetükben, először a német, majd a szovjet csapatok írtották őket, hiszen a komondorok senkit nem engedtek be a portákra. A háború után alig néhány példány maradt életbe, innen kellett ismét feléleszteni a fajtát. 2. A komondor személyisége. A komondor egy nyájőrző pásztorkutya fajta, ami sokban hasonlít más keletről érkező pásztorkutyákhoz, ugyanakkor önálló karakterrel is rendelkezik. Kemény, szívós és rendkívül erős kutyafajta, aki soha nem habozik megvédeni a gondjaira bízott javakat, támadással letaglózó, ugyanakkor mégsem olyan zord karakter, mint ami más pásztorkutyáknál gyakran megfigyelhető. Komondor specialitásnak tartják például, hogy ellenfelüket a komondorok nem tépik szét, nem marcangolják, hanem a földön tartják a gazda érkezéséig. Keménysége ellenére meglepően családközpontú, és nem hajlamos a gazdával dominancia vitákba keveredni. 3. A komondor szőre és mérete. A komondor hatalmas termetű kutya, átlagos súlya 45-60 kg között mozog, marmagassága pedig 65-78 cm között jellemző. Óriási termete még hatalmasabbnak tűnik a szőrzete miatt, ami a komondor specialitása, különlegessége. Általában egy éves koruk után a hosszú fedőszőrök és a pehelyszálak zsinórokká állnak össze, amik pajsként védik a komondorokat a ragadozók harapásaitól. Szőrzetük ápolása a hiedelemmel ellentétben nem túl bonyolult, általában fél évente elég az összefilcesedett szőrcsomókat feltépkedni, az így kezelt szőrzet öntisztuló, róla a kosz nagy része lepereg. Nyáron gyakran lenyírják a szőrüket, a szőr színe pedig kizárólag fehér lehet, tehát fekete komondor a hiedelmekkel ellentétben nem létezik. 4. A komondor képezhetősége. A komondor egész története során arra tenyésztették és szelektálták, hogy képzés nélkül is tökéletesen végezze a munkáját, ösztönösen védje a rábízott állatokat és gazdáját. Ezért őrzővédő képzésre a komondor esetében nincs szükség, ráadásul a nyugati típusú drill nagyon távol áll a komondor személyiségétől, lelkétől, értelmetlennek tűnő feladatokat a komondorok nem végeznek szívesen, vagy nem végeznek el. Önálló és makacs fajta, és a komondor tulajdonosok és tenyésztők gyakran felemlegetik az úgynevezett hatodik érzékét,
amivel teljes mértékben tökéletesen szúrja ki az ártó szándékkal közeledőket. 5. A Commodore mozgásigénye. A Commodore-t nappal nem nevezhetjük nagy mozgásigényű fajtának, általában az árnyékból vagy a gondjaira bízott terület legmagasabb pontjáról tartja szemmel a környezetét és a történéseket. Éjszakánként más üzemmódba kapcsolnak, folyamatosan járőröznek a területükön, és minden zajra felfigyelnek. A Commodore nem kedveli és nincs szüksége a bicikli melletti futásra, vagy a hosszú ideig tartó repetitív mozgásra, éppen ezért megdöbbentő, hogy vészhelyzetben milyen villámgyors reakciókat produkálnak. A Commodore-ok egy hátulról érkező támadás esetén képesek a levegőbe felugorva 180 fokot megfordulni, elfordulni. 6. A Commodore egészsége és élettartama. A Commodore-ok átlagos élettartama 10-11 év, de előfordulnak 12-13 éves egyedek is. Kifejezetten szívós és egészséges fajtának mondható, kevés betegség jellemző rájuk, és azok is nagyon ritkán. A korábban előforduló entropium szinte teljesen eltűnt a Magyar Commodore Klub munkájának köszönhetően. A diszplázia kis számban fordul elő, ugyanakkor esetükben fokozottan figyelni kell a gyomorcsavarodás elkerülésére. És végül az utolsó kérdés, ajánlható-e a Commodore kezdőkutyásnak? A Commodore egy rendkívül erős, hatalmas testű kutya, aki tartásához nagy tér, türelem és tapasztalat szükséges, ezért kezdőkutyásnak inkább nem ajánlott. Fokozottan eltanácsolnánk a fajtától azokat, akik nyugati típusú kutyásportokra keresnek kutyát, aktívan kutyaiskolába szeretnének járni a kutyájukkal, ezekre a feladatokra a Commodore nem alkalmas. Szintén nem alkalmas lakásban történő tartásra, és azok számára sem, akik kutyájukat megkötve tartanák, ezt a Commodore hosszú távon egyáltalán nem viseli el. Azok számára azonban, akik egy családbarát, megvesztegethetetlen területőrzőt keresnek, a Commodore az egyik legjobb választás lehet. Kéréseteknek megfelelően a sorozat következő részében az olasz macsó, a Cane Corso szerepel majd. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és megírni nekünk, hogy melyik egyéb kutyafajtával kapcsolatos 7 pontot látnátok szívesen a későbbiekben. Köszönjük szépen a figyelmeteket!